Megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég. Ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk. Hát nem hangzott el, most fog elhangzani. Miért van ez így fordítva? Hát ilyet, hogy kihallott még. Na mindegy, ezt majd megigazítjuk. Valaki megtréfált, szerintem kora reggel, én meg bedöltem. A lényeg igen, hogy ez a rovat jön, és a fényekkel fogunk foglalkozni, mesterséges fényekkel, és hát szerintem nem is tudnánk erre alkalmasabb személyt választani, mint Nagy Jánost, a Magyar Világítás Technikai Társaság elnökét, aki a B+N üzemeltetési igazgatóságán az elektromos mérnökség vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szerintem már sokan hallottak, ez a melegfény, hidegfény, talán tudják is, hogy a sárgásabb a meleg és a kékesebb a hideg, de az, hogy hogyan hat a szervezetünkre és mit érdemes alkalmazni, akár otthon, akár az intézményekben, bárhol, ahol az ember huzamosabb ideig ki van téve a mesterséges fénynek, szerintem ebben érdemes egy picit eligazítást kapnunk. Igen, tulajdonképpen valamennyien tudjuk, hogy a munkahely az a második otthonunk, és azért nem mindegy, hogy milyen vizuális komfortérzetet teremtünk a környezetünkben. Legyen az a munkahely, irodai környezet, legyen az a családi házunk, vagy éppen a bármilyen otthonunk. Tehát a fényekre, a világításra, a világítás színhőmérsékletére nagyon is oda kell figyelni. Belső terekben, és akkor kezdem a lakással, lakásban, otthonunkban lehetőleg 2700-3000 Kelvin színhőmérsékletű világítást használjunk, alkalmazzunk. Irodákban szintén preferáltabban 3000 Kelvin, habár nagyon elterjedt a 4000 Kelvin, tehát egy picivel kékesebb fényű világítás, de az utóbbi időben rájöttek arra az emberek, hogy azért mégiscsak kellemesebb egy melegebb fényben dolgozni, mint a nagyon-nagyon hideg fényben. Kétségkívül a kékben gazdag, tehát a hidegebb fényű világítás, az serkentőleg hat az emberi szervezetre. Uh-huh. Azt, hogyha leegyszerűsíthetnénk, hogy jegyezzük meg, ez a 3000 a küszöbérték, tehát alatta melegebb, fölötte hidegebb a fény? Igen, tulajdonképpen másképpen mi a 4000 valamennyi, mondjuk, hogy 4000 Kelvin, mondjuk, illetve 3500 Kelvin, mondjuk, hogy meleg fények, de 3000 Kelvin ott valahol célszerű megfúzni a határt. Ja, tehát fölfele a nagyobb érték a melegebb? A fölfele a melegebb, aha, igen. Vagy jó. Nem, lefele. Tehát a 3000 alatt az a melegebb, a sárgás fény, ahogy ön is mondta. Igen. A hidegebb, az meg az a kékes fény. Jó. Most már igen, egyébként azt hattam... Erről voltak, bocsánat, hírek is, ugye, amikor elkezdtünk sok okostelefont, tabletet használni, vagy laptop monitort, hogy ez az a fajta fény, ami miatt nem tud az ember rendesen aludni, hogyha ugye pont pihenésre van szükség, akkor pont ez a melegebb árnyalat kell. Ez így igaz, igen, egyetértek, tehát ha pihenni akarunk, akkor mindenképpen melegebb fényekkel világítjuk környezetünket, tehát azért is mondtam, hogy otthonunkban 2700-3000 Kelvint használjunk, és ez is jogos, hogy a monitorok esetében, ugye, amelyek kékes fényjel sugározzák felénk a megvilágítást, bizony-bizony az a melatonin termelésünk csökkentésére, melatonin termelésére, is visszaszorítják, és emiatt ezt nem tudunk elaludni, mert a melatonin az, amely gyakorlatilag hozzásegít a melatonin termelés a jó alváshoz és a pihenéshez. Tehát nagyon fontos, uh-huh, hogy a melatonin termelésünk beinduljon. A hidegfények azok viszont visszaszorítják a melatonin. Tulajdonképpen amikor reggel fölébredünk, akkor ugye melegen süt a nap. Ugye? Tehát 3000 Kelvin, 2700-3000 Kelvin szélhőmérsékleten, aztán a déli órákban 5-6000 Kelvinig emelkedik a szélhőmérséklete a napfénynek, aztán délután szép lassan-lassan csökken a szélhőmérséklete a napnak, és indul az emberi szervezeten a melatonin termelés, és egyre jobban úgy érezzük, hogy most már nyugalomra van szükségünk, pihenésre van szükségünk, és ebből adódóan
szép lassan akkor kezdünk elálmosodni. Viszont a hidegfényekkel világítunk a környezetünkben, ennek élénkítő hatása van, és kevésbé jön álom a szemünkre. Ezt a létesítményüzemeltetők vajon használják tudatosan? Tehát nyilván egy irodában a túl meleg fény az nem tenne jót, mert a kedves dolgozó mondjuk beszundikál egy, hogyha rosszabb állapotban van, és még akkor az is segíti. Tehát ott van ilyen ökölszabály, hogy inkább a hidegebb fényeket alkalmazzák szemben a melegebben? Sajnos, amikor felfedezték az emberi szem retináján a újabb receptorokat a pálcikákon és a csapocskákon kívül, akkor eljöttek arra, hogy ezek a receptorok azok, amelyek az emberi szervezetnek a életritmusát úgymond befolyásolják, és ezek az életritmusunkat pont a fénynek a színhőmérséklete befolyásolja. És akkor, hogy élénkítő hatása legyen a fénynek, ezért elkezdtek az irodában nagyon-nagyon hidegen, 8000 Kelvin színhőmérsékletű fénycsöveket használni, de nem érezték jól magukat a dolgozók, úgyhogy nemhogy javult volna a hatékonysága a munkájuknak, a termelékenységük, hanem még csökkent is, mert nem érezték jól magukat a fényben. Úgyhogy aztán akkor visszatértek általában mindenfel a 4000 Kelvin körülire. Én azért leteszem a nagy esküt a 3000 Kelvin mellett, mert azért nagy irodás ablakuk esetében rengeteg természetes szűrődik be az irodába. De most a természetes fény az már a nappali, tehát a déli órákban az elég hideg ahhoz képest, hogy a 3000 Kelvinhez képest, mint mondtam, 5-6000 Kelvint is eléri, sőt nyáron déli napsütésben akár 10000 Kelvin is lehet a színhőmérséklet, tehát az a, és ugye napközben nem világítunk, déli órában nem világítunk, úgyhogy akkor kintről kapjuk a természetes fényt. Igazából a mesterséges fényekre mikor van szükségünk? Reggel, amikor bemegyünk munkába, illetve késői után, amikor már este ledik, akkor világítunk. Na most, hogyha reggel és késő este világítunk, akkor kétségkívül kellemesebb egy meleg fény szolgáltatni az irodákban. Hogy nem, de akkor gyanítom, igen, a kereskedelmi bevásárlóközpontokban ez meg különösen hangsúlyos, mert ott aztán meg igazán a jó körzérzetre és az élményre fókuszál az üzemeltető, tehát ott gyaníthatóan most így emlékeimben, mondjuk egy jó keveset járok ilyen helyekre, nem tudom felidézni, hogy milyenek a fények, de gyanítom, hogy ott is akkor inkább a jobb hangulatú, melegebb színű vagy fényű. Attól függ, hogy milyen helységről van szó. Ha egy olyan helységről van szó, egy olyan kereskedelmi helységről, ahol beülünk és jól akarjuk érezni magunkat egy kávé mellett, vagy egy étterem, de ott meleg fényekkel. Viszont ha vásárlásra akarjuk ösztönözni az embereket, akkor viszont ott már hideg fényekkel világítanak, sőt, nagyon megemelik a megvilágítás szintjét azért, hogy jobban felhívják a termékekre és a termékekre az embereknek a figyelmét, tehát az árura az emberek figyelmét, úgyhogy ott viszont sokkal magasabb a megvilágítási szint is. Egyébként ez csak pillanatnyilag hat a komfortérzetünkre, vagy esetleg az egészségünkre is, mondjuk egy rossz alvással, vagy ilyesmivel, vagy tartósan is, tehát hogy erre nagyon oda kell figyelni, például az otthoni világításnál, hogy mit alkalmazunk. Ez tartósan is hat, ugyanis a melatoninnak annak nagyon fontos szerepe van az emberi szervezetben, egy hormon, amely nem csak az életritmusunkat szabályozza, hanem például a rákos fejgyógyázást is fékezi, tehát amennyiben mi visszaszorítjuk a melatonin termelésünket, abban a szervezetben, ahol a rákos fejgyógyázás elindult, illetve alkalmas erre, hát ott abban az esetben bizony, hát ez vígan burjánozzak a rákos sejtek. Tehát nagyon fontos, hogy melatonin termelésünket lehetőleg fényekkel károsan ne befolyásoljuk, tehát negatívan ne befolyásoljuk. Úgyhogy tulajdonképpen most már beszélünk egy újabb trendről is beszélhetünk, az úgynevezett emberközpontú világításról, és ez most jön divatba, hogy a LED-világítás ugye egyre jobban elterjed napjainkban, irodákban, otthonunkban, mindenfele. Az emberközpontú világítás gyakorlatilag pont a napfénynek a színhőmérsékletét követi le napközben. Tehát reggel, amikor fölébredünk, akkor meleg fényt biztosít számunkra az otthonunkban, majd aztán déli órákban, hogyha éppen szükség van világításra, akkor ugyanúgy hidegebb fény, mint a természetes fény, mint a napfény, és akkor este fele egy lágy, meleg, kellemes fény biztosít otthonunkban, vagy az irodában is.
Ez mostan elterjedő, de nemrég fejlesztették ki az emberközpontú világítás elméletét, és hát ennek megfelelően a gyakorlati alkalmazását is. Az új belső téri világításra vonatkozó szabvány, amelyet most szavaznak meg a különböző európai államok, ez már foglalkozik az emberközpontú világítással. Ez nagyon klassz. Köszönjük szépen, nagyon sok információhoz jutottunk. Jó munkát és szép napot kívánunk a továbbiakban. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Önöknek is viszonthallásra. Nagy Jánossal, a B plusz N üzemeltetési igazgatóságán az elektromos mérnökség vezetője és a Magyar Világítás Technikai Társaság elnöke is egyben vele beszélgettünk. Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik, van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B plusz N referencia ZRT. B plusz N. Egy élhetőbb világért dolgozunk. Nagyon ügyes vagyok, így hétfő reggel itt morgok, hogy megcserélték a szignálokat, és úgy is hagyom. Na mindegy, most már túl vagyunk rajta. Kaptunk egy hallgatótól, nagyon köszönjük egy ilyen táblázatot a Kelvinekről, és színhőmérsékletekről, cool white, natural, warm white, minden van itt Kelvinek, meg hidegek, melegek. Mondjuk én pont ezt akartam elkerülni, hogy így értékhez kötötten tudjam, hogy mi hol van, ezért faggattam a szakértő urat egy küszöbérték tekintetében, hogy mondjuk, hogyha 3000-3500-öt belőjük, akkor igen, akkor, hogyha fölötte a hideg, alatt a meleg. De egyébként erre rájöttek, úgy láttam, a fényforrások gyártói is, hogy azért ezt nem mindenki tudja így fejben tartani, és most már azt is odaírják a Kelvinek mellett, hogyha izzót vesz az ember, hogy az hideg vagy meleg fényt bocsát ki. Úgyhogy azzal is segítik, de ha még sincs rajta, akkor ezt megjegyezhetjük, ezt a határértéket. Nos, Czoller Andrián akkor ismét a hírekkel, és utána pedig adóvilága, hogy azt berangoztuk, Vietnámmal fogunk foglalkozni. Első körben Gerendi Zoltán fog a segítségünkre lenni, aztán pedig dr. Feledi Botondot is hívjuk, és ő is hozzátesz. Nyilván jó sokat. Jönnek tehát a hírek után, amiért pedig jövünk vissza. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik.